Aciels Anestis féle rádió és tévégyűjteményből szeretnék bemutatni egy műtárgyat, egy Horthy féle néprádiót. Az ismertebb Kádár néprádió csak második volt a sorban, hiszen a Horthy féle néprádió már az 1930-as évek végétől megjelent a rádiók színpadán. Az 1930-as években felmerült az a probléma, hogy nagyon kevés volt a rádió előfizetők száma, hiszen a rádiók nagyon drágák voltak. Az államhatalom ezügyben nem tett semmit, azonban a rádiógyárak érezték ezt a problémát, és létrehoztak olyan rádiókat, amelyekkel megpróbálták a szegényebb rétegeket kiszolgálni. Ilyen rádiók voltak például a Philips 2515-ös, vagy az Árpád nevű rádió, valamint az Orion 76-10-ese és az Orion 111-ese. Azonban ezek a rádiók is még túl drágának bizonyultak. A Magyar Rádió és Telefon Hírmondó RT tette egy olyan javaslatot, hogy a Magyar Rádió, a posta, az áramszolgáltatók és a rádiógyártó cégek finanszírozzanak egy úgynevezett néprádiót, amelynek igazából politikai okai voltak, hiszen Észak-Erdély és Felvidék visszacsatolásával körülbelül 500 ezerre nőtt a rádió előfizetőknek a száma. 1939. április 18-án írták alá a legelső szerződést a Magyar Királyi Kereskedelmi Minisztériummal, és négy rádiógyártó cég, az Orion, a Philips, a Telefunken és a Standard kezdte el gyártani ezeket a rádiókat. A kereskedőknek föl kellett iratkozniuk, hogy milyen rádiókat szeretnének eladni, és pillanatok alatt elkeltek ezek a rádiók. A legelső körben 20 ezer ilyen néprádiót készítettek. 2 pengő volt a havidíja, és 2 év alatt lehetett visszafizetni ezeknek a rádióknak a teljes vételárát. 1940. január 31-én újabb 25 ezer ilyen néprádiót igényeltek, és sajnos a II. Világháború megszakította ezt a folyamatot, hiszen további rádiók gyártására lett volna szükség. Más országokban is ilyen néprádiókat kezdtek el gyártani a 30-as években, ilyen volt például Svájc, Finnország, Olaszország, vagy többek között Lengyelország is. A Horthy féle néprádiót úgy tudjuk megismerni, hogy a felső részén láthatjuk a magyar koronás címert. Maga a rádió egy bakelit házban található. A forma tervét egy Bozzai Dezső iparművész tervezte meg, aki a Philips gyárnak volt az iparművésze, a belső részét pedig a Telefunken gyár készítette. Fontos tudni, hogy ebben az időszakban a kártelezés nem volt törvénytelen, bevett szokás volt, és a gyárak felosztották egymás között, hogy ki hány százalékát gyártja le, például a második ütemben a 25 ezer rádiókészüléknek. A Philips gyártotta a 35 százalékát, az Orion a 30 százalékát, a Standard 20 százalékát, és a Telefunken rádió gyár pedig a 15 százalékát gyártotta ezen készülékeknek. A rádióról még annyit kell tudni, hogy a háború után már a koronás címerre került, és egy Orion emblémás néprádió került ki, amelyről tudunk, azonban sajnos nem maradt fent tudomásunk szerint egy darab sem.